A kínai Sánkhájból érkeztek egészségügyi felszerelések Nagyváradra. A Bihar megyei kórház által rendelt rakományt fuvarozó teherszállító repülőgépek a nagyváradi reptéren landoltak. Folyamatosan érkeznek az egészségügyi felszereléseket tartalmazó szállítmányok Bihar megyébe is. Magyarország, Törökország és Dél-Korea után legutóbb Kínából érkeztek egészségügyi felszerelések és orvosi eszközöket szállító repülőgépek Nagyváradra. A megyei kórház által rendelt védőfelszerelések értéke meghaladja a 3,2 millió dollárt. Volt tulajdonképpen nem három, hanem öt szállítás. Két szállítás Bukarestbe ment nagy repülőgépekkel, annélt a kamionok hozták Váradra. Ez a három repülő körülbelül 10-12 tonna felszerelést tudtak hozni, és szerintünk ez elég, hogyha nagyon rossz lesz a helyzet, legalább 2,5 hónapra elég lesz. A Sánkhájból indult gépeken közel 70 tonna védőfelszerelés, köztük orvosi maszkok, védőköpenyek és szemüvegek érkeztek. Ezekből nem csak a nagyváradi, hanem Bihar megye több kórházának is juttatnak, hogy mindenhol eredményesen tudják felvenni a küzdelmet a koronavírus járvány ellen. A közegészségügyi igazgatóság adatai szerint Bihar megyében hétfőn 1480-an voltak intézményes karanténban, összesen 233 koronavírusos beteget vettek nyilvántartásba, míg 19-en meggyógyultak.